Szeptember 3-án ismét kitárták kapuikat az iskolák. Idén Pécsett több intézmény került a baptista szeretetszolgálat kezelésébe. Az egyik a Tási, a másik pedig a Széchenyi István gimnázium, amelyeknek évnyitóján jártunk. Kutas József igazgató úr a következő szavakkal köszöntötte az elsősöket. Itt van az ősz, itt van újra. Szeretem, de szeretem. Ülök a dombtetőre. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a legkisebbeinket, iskolánk leendő, reméljük, büszkeségeit, az új elsősöket. Köszönöm a szülőknek azt a bizalmat, hogy a legféltettebb kincsüket ránk bízták, és ígérem magam és a kollégáim nevébe, hogy ezeket a kincseket, csiszolatlan drága köveket, köveket úgy fogjuk csiszolni, hogy ők is, az iskola is, a város is, az ország is valahol majd megelégedve vegye őket birtokba, ha szabad ilyet mondani, vegyék ők kezükbe majd az életüket, és tudjanak az itt megszerzett tudással mit kezdeni. Békés Márta, hétfőn a hetes még nagyúr. Hétfőn még nagyúr a hetes, hatalma is félelmetes, mindenkit felír, aki rossz, mert hétfőn még minden tilos. Elbánik bárki csibésszel, még a barát sem kivétel. Ablakot nyit, csak neki jár, táblát ő most, ez a szabály. Ülni senki sem erészel, osztály vigyázz, ha vezényel. Jelenti a napot s időt, és hogy ki nem váltott cipőt, meg hogy ki hiányzik, s miért, és hány fő, akit tetten ért, titokban galacsint hagy úr, mert hétfőn a hetes még nagy úr. Kedden a hetes már kedvesebb, segíthetsz neki egy kevesebb. Aki kegyért cukrot kaphatott, tőle bárki tárhat a ablakot. Ám naplóhoz nem nyúl, csak barát, és még büszkén kihúzza magát. De későket nem ír fölmentem, kedvesebb már a hetes kedden. Szerdán a hetes is mustul, miénk a tábla krétástól. Hatszor is lemossuk mi magunk, dátumot ingyen írhatunk. Legyintünk, mikor fegyelmez, végül úgyis megkegyelmez, már nem olyan félelmetes. Lustul már szerdán a hetes. Csütörtökön a hetes is másol, elmaradt házi valaki másol. Ám ez a dolga lenne tenger, a hetes is valahol csak ember. Mi segítünk, ezeren mi állunk, matricáját mindent megcsinálunk. Csak a jelentéssel legyen gondja, ma egy kicsit csütörtök van, mondja. Pénteken a hetes is már fárad, kicsit késett, azért pihek párat. Szenvedései ma véget értek, a hetesnek legszebb nap a péntek. A baptista szeretetszolgálat országosan 43 oktatási intézményt 16 ezer diákkal vett át önkormányzatoktól és alapítványoktól, és azt reméljük és úgy hisszük, hogy Pécs városában is azok az oktatási intézmények, akik a fenntartásunkba kerültek, azokkal egy olyan közös munka indulhat el ezzel a tanévvel, amelyik többet, jobbat, szebbet, okosabbat tud felépíteni, mint ami volt. Könnyű dolgunk van, hiszen ezekben az intézményekben egy nagyon értékes és nagyon fontos és nagyon jó munka folyt eddig, és hát azt reméljük, hogy többet tudunk hozzátenni azokból a lehetőségekből, amik mind szociálisan, mind pedig kulturálisan, mind pedig hitbeileg lehetőségünk. Mit üzen azoknak a diákoknak, akik idén kezdték meg a tanulmányaikat? Reméljük, hogy mindenki kipihenten, frissen kezdi meg a tanévet, és mint általában a baptistákra jellemző, mi azt reméljük, és azt hisszük, és azt vágyjuk, hogy mindenkinek van saját akarata és döntési képessége és készsége arra, hogy az, ami neki a legjobb, abban hozzon jó döntéseket, és mi azt kívánjuk, hogy minden diák hozzon jó döntést, hozzon egy döntést, hozzon még egyet, meg még egyet, és legyen olyanná az élet, és épüljön be az életébe az, hogy a következő naptól sem fél, mert a jó döntésének a következménye egy boldog és megelégedett élet. Hány gyermeket jelent ez?
Én azt remélem, hogy országos szinten ez a 16 ezer diák, aki baptista fenntartásban, illetve óvodás baptista fenntartásban kezdi meg ezt a tanévet, annak mindegyikének van lehetőség, akár a szülei révén, akár saját maga számára, hogy olyan döntéseket hozzon, amiben ő előre jut, előrébb jut, boldogabb, megelégedettebb ember lesz belőle. Ehhez a pedagógusok, a tanítók, a nevelők, az óvodapedagógusok, a szakértők, a szakemberek, a szeretetszolgálatnak a szociális munkásai, a segítői, a bátorítói, a lelkészek, azok mind-mind adnak egy olyan szint, egy olyan lehetőséget, hogy mindenki kiválaszthatja a maga számára a megfelelőt, és én úgy hiszem, hogy ez a 16 ezer diák, óvodás, az többet kaphat annál, mint ami eddig volt, és felépíthet egy olyan jövőt, ami az ő számára a legmegfelelőbb. A 2012-es év előtt hány intézményük volt a baptista szeretetszolgálatnak? A baptista szeretetszolgálatnak volt kb. 100 intézménye, amik elsősorban szociális intézmények, volt egy középiskolája 60-ban, ezen kívül a baptista egyháznak még 6 másik oktatási intézménye, és gyakorlatilag arra a szakértői bázisra épül fel az a rendszer, ami most ebben a tanévben elindul. Nagyon jó szakemberek, professzionális szakemberek, és a baptizmusból eredően nem erőszakos szervezet, nem azonnali elvárásokkal érkező és meghatározó utasításokkal rendelkező, hanem éppen a meglévő értékekre építő rendszer ez, amelyik arról szól, hogy a helyi igazgató, a helyi tanári kar, a helyi diákok, a helyi lakosok, a helyi szülők pontosan tudják, hogy mire van a leginkább szükségük. Mi egyszerűen csak felkínáljuk a segítségünket, és ha elfogadják, akkor azt mi adjuk, hogyha meg nem fogadják el, utasítanak, akkor pedig tudomásul veszük azt is. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy egy nagyon rugalmas, nagyon jó kapcsolat alakulhat ki tanárokkal, szülőkkel, diákokkal. Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél? Mikor a sportpályas alakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonyka füstöt eleresztve eldördül az indító pisztoly. Szabad a pálya, s ismeretlen. Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, az új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskola év kezdetén csak nem mindig verőfényes volt az idő, a féle megbízható szeptemberi ragyogás fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, s volt, aki szerecsen feketére barnult, s volt, aki éppen az volt a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával, nyári emlékeket s a viszontlátás örömét. Mivel foglalkozik még a baptista szeretetszolgálat? A baptista szeretetszolgálat elsősorban humanitárius tevékenységgel, szociális ellátórendszerek működtetésével, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Talán ismerős a szeretetszolgálatnak a mentőcsapat, amelyik 6 órán belül képes arra, hogy a világ bármely országába elinduljon, és 24 órán belül meg is érkezzen, és segítséget nyújtson földrengéseknél, árvizeknél, különböző katasztrófáknál. Nagyon reméljük azt, hogy lesznek olyan felsős diákok, akiket érdekel mondjuk a katasztrófavédelem, érdekel, hogy hogyan is miképpen lehetne egy nemzetközi csapatnak a tagjává válni, és hát nagyon szeretnénk azt, hogyha a szociális munkáinkban, a különböző segítségnyújtásokba is, hogyha van érdeklődő, van jelentkező, akkor szívesen bevesszük a csapatba, és képezzük őket, és akarjuk azt, hogy akár munkaszinten is, alkalmazotti szinten is, vagy vezetői szinten is ott legyenek azok a iskoláknak a diákjai, akik ez iránt érdeklődnek.